Dr. Vajon Imre fél évszázadot töltött el a katedrán, és azt hiszem nem járok messze az igazságtól, hogyha úgy fogalmazunk, hogy a szó igazi értelmében rögös úton indult el a pályája. Hogyan emlékszik most vissza a kezdetekre, tanár úr? Hogy kezdődött? Hernád Németibe születtem 1929-ben. Paraszülő gyermekeként elég nehéz volt a gyermekkorom. Egyedüli gyerek voltam ugyan, de szüleim egyszerű, dolgos, kétkezű paraszt emberek voltak, és hát az elemi iskola 5 osztályát Hernád Németiben végeztem, azután Berzékre kerültünk, ahová édesapám való, és akkor már szerettem volna tovább tanulni, és 6. elemi iskola elvégzése után beírattak Miskolcon az első számú polgári fiúiskolába. Sajnos jött a háború, és igen nehéz diákéveim következtek. A nehézséget elsősorban a háborús körülmények okozták, másrészt az igen nehéz vonattal való bejárás, mert 4,5 kilométerre volt a falunktól a vasútállomás, oda kellett kimenni, onnan 15 kilométer következett vonaton Miskolcig, onnan 3 kilométer az iskoláig. Ezt az utat kellett oda-vissza megtennem minden nap, télen, nyáron, csikorgó téli hidegbe, és igen nehéz körülmények között jártam a polgáriskolába. Látva a szüleimnek a nehéz paraszti munkáját, elhatároztam, hogy én tanító leszek, ha lehet. És ezt az elhatározásomat igyekeztem is megvalósítani, de ez csak a szüleim támogatásával volt lehetséges. Ők mindent megtettek szerény lehetőségeikhez mérten azért, hogy beiratkozhassam a polgári elvégzése után a tanítóképzőbe, az evangélikus tanítóképzőbe Miskolcon. Ott 4 évig jártam líceumban, közben 2 évig voltam népi kollégista. A népi kollégiumok azért alakultak, hogy a szegény, paraszti és munkásszármazású gyerekeknek otthont biztosítsanak, szép célokkal, nemes célokkal, de nagyon szerény körülmények között indultunk. A mi épületünk a helyőrségi kórházba alakult ki, és ott nagyon szerény körülmények között kezdtük a tanulást. Magunk tettünk arról, hogy a környezetünk minél barátságosabb legyen. Fűtés az télen alig volt, az ablaküvegek hiányoztak, legtöbb esetben papírt ragasztottunk az ablakokra, hogy a hideg ne jöjjön közvetlenül ránk, de a lelkesedés igen nagy volt, egy valamiféle jobb és szebb társadalmat szerettünk volna megvalósítani, ez volt a népi kollégiumoknak a célja. Elsőrendű fontosságú volt a tanulás, amikor a helyzetünk konszolidálódott, akkor igen gyakran jártunk a környező falvakba kultúrműsort adni, és ezt szívesen vették az ottani lakosok, úgyhogy nagyon sokoldalú tevékenységet folytattunk, majd megszűntek a népi kollégiumok, illetve a líceum utolsó évében már ismét bejáró diák lettem, majd utána az egri tanárképző főiskolára jelentkeztem, ahová 49-ben felvételt is nyertem. Sajnos kollégium elhelyezést nem kaptam, tehát a főiskolai első évem kezdete is igen nehéz körülmények között indult, mert a kollégisták azok lakást kaptak, élelmet kaptak, a kollégiumba be nem került diákok pedig ilyen juttatást nem kaptunk, és igen nehéz volt kezdetben néhány hónapig az életünk. Szinte egyidős az egri pedagógiai főiskolával, hiszen 1-2 évvel előtte alapították. Úgy igaz, mi a 2. évfolyamot alkottuk, tulajdonképpen akkor 49-ben, 1 év után Debrecenből jött át az akkor pedagógiai főiskolának nevezett jelenlegi főiskola, illetve tanárképző főiskola, és hát nagyon híres és neves professzorok oktattak bennünket.
Általában fiatalok voltak, ők is nagyon lendületesek és szakmailag igen jól felkészült emberek voltak. Név szerint említeném meg dr. Gelei Gábort, aki a főiskola elvégzése után visszahívott magához, és így lettem a főiskola oktatója, kezdetben gyakornok, majd tanársegéd, de neves professzorunk volt a botanika tanára, dr. Hortobágyi Tibor professzor úr is, aki először szerezte meg az akadémiai doktori címet a főiskolán, és ezután el is vitték őt Gödöllőre, és a Gödöllői Agrár Egyetem növénytani tanszékének a vezető professzora lett. Ugyancsak híres neves tanárom volt dr. Bot György, aki a kémiát oktatta, igen színvonalasan, nagyon szerettük az előadásait, mert az előadások közben állandóan kísérleteket mutatott be, és oly nagyszerű előadó és kísérletező ember volt, hogy a kísérletet meg tudtuk figyelni, ugyanakkor az előadását is le tudtuk írni, mert hiszen jegyzetek, központi jegyzetek nem voltak, tehát elsősorban a tanáraink által tartott előadásoknak a jegyzet anyagából tanultunk, készültünk fel a vizsgákra is, és talán még egy nevet említenék meg, dr. Udvarhelyi Károly tanárurat, aki egy fél évig földrajzra tanított, mert első fél évben a földrajz szakot is fölvettem, majd utána maradtam a biológia-kémia szakon. Eredetileg nem akartam tanár lenni, én mint egyszerű falusi fiatal tanító szerettem volna lenni, ez volt a nagy cél, de a körülmények úgy alakultak, hogy líceum érettségit kellett tennünk, és aztán a főiskolára kerültem. Ott jó tanuló voltam, és dr. Gelei Gábor professzor figyelt föl rám, és ő már a főiskolai évek során többször beszélt velem, és mondta, hogy szeretné, hogyha a főiskola befejezése után hozzájönnék a tanszékre, de nem volt kellő önbizalmam, nem tudtam elképzelni még akkor, hogy főiskolásokat tanítsak, tehát az ajánlatát, kérését nem teljesítettem, így kikerültem rövid időre Sajókazára az általános iskolába, ahol biológia és kémia szaktárgyaimat tanítottam, és ezen kívül még testnevelést is oktattam. Nagyon jól éreztem ott magamat, de Gelei professzor úr akaratom ellenére kineveztetett, és akkor úgy gondoltam, ha ez az ember ennyire bízik bennem, akkor megválok az általános iskolától, és megpróbálom a gyakornoki, majd később tanársegédi beosztást, és így kerültem a főiskolára vissza, ahol kezdetben az oktató munkán kívül azokat a kísérleteket végeztem el, amelyek Gelei Gábor könyvének a megírásához szükségesek voltak. Ezek állattani és élettani kísérletek voltak, amelyeket nagyon szerettem csinálni. Azután nagyon sokat tanultam, hogy megálljam a helyemet az oktatásban is, és először Gerei Gábor mellett élettannal foglalkoztam. Sajnos ő egy év után elhalálozott, és így váltanom kellett. Utána a bükk vizeinek élővilágával foglalkoztam, és állatföldrajzi viszonyaival. Ezután kerültem Szegedre a Tudományegyetemre, ahol tanítványa voltam dr. Ábrahám Ambrus Kossuth Díjas akadémikusnak, aki szintén fölfigyelt rám vizsgázásaim közben, és biztatott arra, hogy adna nekem témát, amin dolgozzak, és abból a doktori disszertációmat is elkészíthetem, esetleg majd később tovább lehet kandidátusi disszertációvá fejleszteni. Én megfogadtam az ő tanácsát, és már a szegedi éveim alatt megkezdtem a lepkék idegrendszerének a kutatását, és ezen kívül még tantárgypedagógiai, tudománynépszerűsítő munkákkal is foglalkoztam, írtam főiskolai jegyzeteket, könyveket, önállóan is társszerzőkkel. Tehát így azután végül is az ízelt lábú állatok közelebbről a lepkék idegrendszerének a kutatásánál maradtam, és ezen a területen hosszú évtizedeken át dolgoztam, és ebből, mint jeleztem, ebből csináltam meg előbb az egyetemi doktori
vizsgámat, az egyetemi doktori címet így szereztem meg, azután egy 10 évi munka, kutató munka elteltével a kandidátusi tudományos fokozatot is megszereztem a Magyar Tudományos Akadémián. A tanítás mellett halatlan gazdag tudományos kutatómunkát is kifejtett tanár úr. Emellett írásra is maradt ideje. Milyen jegyzetek, milyen könyvek őrzik ezt az időszakot? Ezt az időszakot elsősorban tantárgypedagógiai vonatkozásban a szakkörökkel kapcsolatos munkám őrzi. A szakkori munkát a Megyei Művelődési Központban 22 éven át végeztem. Tapasztalataimat egy ilyen kiadványban, 201 néhány oldalas könyvbe összegeztem, útmutató az állattani szakköri foglalkozások vezetéséhez címmel. Ilyen jellegű főiskolai jegyzetet is írtam a főiskolai hallgatók részére. Ezen kívül, mivel egy időben mezőgazdaságtant is oktattam, rovartani jegyzetet írtam a főiskolai hallgatók részére, ami központi jegyzetük volt, és abból tanultak. Ezek után tantárgypedagógiai vonatkozásban írtam nagyon sok cikket, tanulmány, és írtunk Juhász Lajos kollégámmal közösen egy könyvet, útmutató a tanulók megfigyelésének irányítása címmel. És ezen kívül megemlíteném még az összehasonlító anatómiai főiskolai jegyzetet, amelyet 3 tanszékvezető, dr. Fischer Ernő, dr. Duruc István és én írtam. Ez egy körülbelül 500 oldalas főiskolai jegyzet, amelyet tudomásom szerint még most is nagyon szívesen használnak a hallgatók a főiskolán. Könyvrészletként említhetem a Bükki Nemzeti Parkkal kapcsolatos monográfiát, amelyben a zoológiai, tehát az állattani részt én írtam meg. Ez egy nívódíjas könyv, amely sok szerző tollából született meg. Ha összegezem a dolgozatokat is, akkor összesen 114 dolgozatom jelent meg nyomtatott formában. Ezek között, mint említettem, vannak szaktudományi munkák, vannak tantárgypedagógiai munkák és tudomány népszerűsítő munkák. Tudományos munkáról beszélünk, de hát azzal kezdtük, hogy 50 év, fél évszázad a katedrál. Mi volt a kedvenc terület? Mit szeretett igazán tanítani? Vagy egy kicsit a tanítási emlékeit felelem. A tanítási emlékeimet szívesen említem föl, mert a tudományos kutató mellett én a tanítást helyezem a legelső helyre, és arra vagyok a legbüszkébb, hogy 43 évig vettem részt az általános iskolai tanárképzésben, a főiskolán, beosztottként, majd tanszékvezetőként, és 7 évig tanítottam az Aszódi Evangélikus Gimnáziumban. Így jön ki az az 50 év, amelyet a katedrán töltöttem, és rendkívül nagy öröm számomra, hogy a nappali tagozaton és a levelező tagozaton egyaránt sok ezer tanárt képezhettem, akik az ország, mondhatom így, mert nem csak Észak-Magyarország, hanem az ország minden területén dolgozik, és tudom jól a visszajelzésekből, hogy derekvasan megállják a helyüket. Tehát egy igen fontos terület volt az én számomra maga az oktatás, vagyis az általános iskolai tanárképzés, és mindig büszke voltam arra, hogyha hallottam azt, hogy milyen sikereket érnek el volt tanítványaim az élet legkülönbözőbb területén, sokan közülük tudományos fokozatot szereztek, és a legváltozatosabb területeken dolgoznak. A szakkörösök közül lettek orvosok, agrármérnökök, állatorvosok, erdész szakemberek és mások, akik most már felnőtt emberként dolgoznak ezeken a területeken is nagyon eredményesen. Hát ezek közül a munkatársaimat említhetném meg, volt munkatársamat, akik még a tanszéken ma is dolgoznak,
ilyen például dr. Kis Ottó, dr. Varga János, Vizslán László, dr. Milinki Éva, Murányi Judit és Sárkányné Kis Ildikó. Ezek azok a volt munkatársaim, akik jelenleg is a tanszéken dolgoznak, és az oktatók közülük nagyon szép tudományos eredményeket értek el. De tovább sorolhatnám, a földrajzi tanszéken például dr. Bodnár László, nyugalmazott főiskolai tanár tanítványom volt, úgy szintén dr. Tóth Géza kandidátus. Tanítványaim közé tartoznak dr. Ronc Béla, az Aszódi Evangélikus Gimnázium igazgatója, a két gyakorlónk mindkét igazgatója, a kettes gyakorlóban Sándor József, a négyes gyakorlóban Pap László, szintén tanítványaim voltak. De hogy tovább menjek, Nyíregyházán dr. Pál Miklós, aki egy időben az ottani főiskola főigazgató helyettese volt, szintén tanítványom volt, dr. Kormány Gyula egyetemi magántanárt említhetem, aki szintén Nyíregyházán a földrajzi tanszéken oktat, megemlíthetem dr. Fehér Erzsébet kandidátust, aki a Sárospataki tanítóképzőben főiskolai tanár, helybeliek közül Fehér Vilmost említhetem meg, aki hosszú időn keresztül a Megyei Pedagógiai Intézet igazgatója, illetve előtte a Megyei Művelődési Központ igazgatója is volt, és hát sokan mások mindenfelé. Az életpályámban, mint mondottam, arra vagyok a legbüszkébb, hogy több mint 4 évtizeden át vettem részt az általános iskolai tanárképzésbe, és itt legyen szabad megemlíteni, hogy egyik tanító bácsimat is tanítottam levelező képzés során, akitől elemi ismereteim egy részét kaptam. Kedves feleségem is volt tanítványom, ő biológia földrajz szakos tanárként végzett, és a 20 évtizedeken keresztül a kettes számú gyakorló iskolánkba tanított, hamar fiatalon megkapta a kiváló tanári kitüntetést, nyugdíjazása után pedig a Szegerváros kiváló pedagógusa címet nyerte el. Több mint 10 éve már nyugdíjba van. Hogy telnek a nyugdíjas évek? Elsősorban a családért. Van egy lányom, aki gyermekorvos, a vőm, az ő laborszakorvos, és van 3 gyönyörű fiú unokám, 12, 11 és 7 évesek ők, nagyon gyakran vannak nálunk, illetve a tanév során kísérgetem őket külön órákra, zeneiskolába, sportfoglalkozásokra, és ezt nagyon szívesen teszem. A közélettől sem szakadtam el, hiszen a természetvédelem területén most is dolgozom, eljárok különböző akadémiai rendezvényekre, a TIT Studio rendezvényeire, előadásokat hallgatok meg, és ahol tudok, aktívan is bekapcsolódok még természetvédelemmel kapcsolatos tevékenységbe. Nagyon szeretem a kis kertemet, ahol néhány tőke szőlő, azután gyümölcsfák vannak, oda is szeretek kijárni, és hát ha a kertbe megyek, akkor útba esik a kis pincém is, ahová be szoktam térni barátaimmal egy-két pohár bort elfogyasztani. Útközben esik a temető is, ahová szintén betérek feleségemmel, ott nyugszanak a szüleim, oda pár szál virágot szoktunk a sírra vinni, és hát elég mozgalmasan telnek a nyugdíjas napjaim is, és amit még bírok, azt szívesen csinálom. Az elmondottak alapján nem csak az ismerőseinek válik egyértelművé, hogy vajon Imre még ma is aktív ember, ma is tevékeny ember, ha a fiatalokkal találkozik, mit tartana fontosnak nekik elmondani? Ez nagyon jó kérdés, és tetszik is nekem. Először is azt, hogy legyenek becsületes, igaz emberek, és szolgálják a köznek a javát, és a saját maguk javát is, és családjuknak a javát.
tanuljanak sokat. Komoly tanulás nélkül nincs színvonalas, eredményes munka, akkor sem, hogyha felnőnek a fiatalok. Tehát üzenem nekik, hogy kitartóan sokat tanuljanak, sokat dolgozzanak, hogy a társadalomnak és önmaguknak is hasznos tagja, illetve részesei legyenek. Nagyon fontos a becsületesség, az egyenesség, hogy az igaz szavakat kövessék, a jót kövessék, a tisztességeset kövessék, és valósítsák meg az életükbe, mert ezzel embertársaiknak is a hasznára lehet.